Erika vagyok, és megyünk Szentcsetbe. Ez egy olyan hely, ahol távol lehetünk mindentől, mindenkitől, és fel is töltődhetünk. Szentcsed. Nagyon-nagyon szeretek itt lenni. Néhány héttel ezelőtt megosztottunk reggeli kávés fotókat. Talán emlékeztek, hogy az egyik kép itt készült. Itt ültem és megittem a kávémat. És az úton erre fele azon gondolkodtunk Lehelle, hogy mégis mi az, amit most megoszthatnánk veletek ebből a kis utazásból, feltöltődésből. És arra gondoltunk, hogy ez alkalommal egy videót fogunk nektek készíteni, amiben tippeket fogtok kapni, hogy hogyan lehetnének jobbak a telefonos képeitek. Az első hasznos tippem számotokra, hogy exponálj helyesen. A legtöbb telefon, ahogy az enyém is, egy picit túl exponál. Ennek az lesz az eredménye, hogy a nagyon világos részek kiégnek, tehát nem marad meg a részlet. Például a kis apró felhőcskék, amiket most is láthatunk. Szóval a fő témádra kattintasz, és ahogy megjelent az a kis napocska, ugye elkezdett húzni lefele. Ne túl sokat, és elkészíted a képet. Játszhatsz a visszatükröződésekkel is. Hello. Tehát a következő tippem az, hogy használjátok a Lightroom mobilos alkalmazását. A Lightroom egy ingyenesen letölthető alkalmazás, amivel aránylag régi telefonokkal is, mint az enyém, nyers képet tudunk készíteni. Ez azért is jó, mert utólag a szerkesztésben is segítségünkre van. A nyers képek sokkal több információt őriznek meg, mint azok a képek, amelyeket simán a telefonod kamera alkalmazásával készítesz el. Ezért utólag sokkal nagyobb teret adnak a képek szerkesztésére, a minőség romlása nélkül. A vonalaid legyenek egyenesek. Tartsd egyenesen a telefonod. Ahogy látjátok, itt vannak nekem ezek a vonalak. Rácsnak nevezik őket, és segítenek abban, hogy egyenes legyen a képed, hogyha épületet fotózol, vagy éppen ilyen szép egyenes fákat. Ezeket a rácsvonalakat a beállítások menüpontban, a kameránál, és itt van a rács. Klikbe. Ennyi. A következő tippem az, hogy vigyünk egy kicsit több dinamikát a képeinkbe. Tehát, ha van egy hátterem, és még hozzá egy előterem, sokkal dinamikusabb lesz a képem. A fotók mindig a legszebbek a naplementében. Ezt aranyórának is hívják a fotósok. A napfelkelte idején is ugyanilyen, csak kevesen kelnek fel olyan korán. Én sem annyira szeretek. Ilyenkor azért is jó fotózni, mert csodásak a fények, nagyon lágyak, nem olyan erősek az árnyékok sem. Úgyhogy használjátok ki ti is. Gondolom már veletek is előfordult az, hogy szerettétek volna megörökíteni a tábortüzet. Most megmutatom, hogy hogyan készítsd el a fotót úgy, hogy a lehető legjobban visszaadja a hangulatát. Belépünk a Lightroom alkalmazásunkba, és készítünk képet, de nem akárhogy. A záridőt lehúzzuk, amennyire csak lehet. Ez azért fontos, mert minél hosszabb a záridőnk, annál sejmesebbek lesznek a lángok,
de igazából majd a fényképen meglátjátok. Amiatt, hogy az áridőnk nagyon alacsony, ezért a telefont mozdulatlanul kell tartjuk, amennyire csak lehet. Kapcsoljatok időzítőt, és úgy készítsétek el a képet, hiszen így nem fog bemozdulni a kép. A jó reggelek jó kávéval kezdődnek! Kávésképek az Instán nagyon népszerűek. Most megmutatom nektek, hogy hogyan tudtok készíteni egy jó kis fotót a telefonjaitokkal. Elég furán fogtok kinézni, de végül is a végeredmény a fontos. Most elköszönök, remélem, hogy tetszett a videóm és találtatok néhány hasznos tippet, amit esetleg alkalmazni is tudtok. Ezeket a képeket megtaláljátok Instagramon, a Wanderer ST oldalán, kövessetek be, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel erre a csatornára. Ha pedig szeretnétek még hasonló videókat látni tőlem, vagy ha esetleg kíváncsiak vagytok valamilyen részletre, akkor nyugodtan jelezzétek kommentben, és talán elkészítjük azt a videót is nektek. Sziasztok!